A Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet a Jász-Nagykun Szolnok megyéért díj adományozásával ismeri el. A díjat Hubai Imre elnök és Borbás Zoltán alelnöktől dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos, egykori vidékfejlesztési és földművelésügyi miniszter vehette át. Dr. Fazekas Sándor az előzőkben átvehette Hubai Imre elnök úrtól a Jász-Nagykun Szolnok megyei díjat. Először is szeretnénk ehhez gratulálni. Köszönöm szépen. Hát nagyon megtisztelő volt. 8 éven keresztül dolgoztam a megyei közgyűlésben, és valamennyi közéleti funkciómban igyekeztem a szülőföldemért, beleértve a megyét, hiszen itt élünk, mindent megtenni, amit lehetséges. Azt gondolom, hogy az is egy fontos dolog, hogy sikerült ezt az ünnepséget megtartani, hiszen jeles karcagiakat is sikerült, és a megye számos olyan gazdasági és egyéb szereplőjét kitüntetni, akik sokat tettek az elmúlt években a megyéért. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan kör kapott elismeréseket, akik tényleg sokat tettek a megyében élőkért azért, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye fejlődjön, és karcagiak is szép számmal vannak a kitüntetettek között az élet legkülönbözőbb területeiről. Szerintem kell az, hogy így legyen együtt egy ilyen rendezvény, ami kiemeli azt a munkát, amit érdemes és kell is nekünk, akiknek a sors megadatja, hogy olyan poszton vagyunk, ahol tehetünk a térséget, azt ki tudja emelni egy ilyen rendezvény, és ezáltal is buzdítjuk a többieket is, hogy dolgozzunk, fogjunk össze, és akkor nem maradnak el a sikerek az eredménye. Jó munkát kívánunk, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen.